Elindult egy fiatalember bele a nagyvilágba, maga zárt, szűk világából, és pillanat alatt a világ tetején találta magát. Merem azt hinni, hogy Sós Imre egyszerű és megismételhetetlen zseni volt. Ez Budapestről is így látszik? A magyar színház és film történet egyik fantasztikus, kimagasló alakja. Rövid egy évtizednyi pályája, fantasztikus, üstökös-szerű, ragyogó és megismételhetetlen. Az a mélység és az a magasság, ami neki megadatott a pályáján, ez igen embert próbáló helyzet volt. Az a szociális és kulturális hátrány, amivel neki indult a világnak, és az a kiteljesedési folyamat, ami a művészi pályán várta, sőt az a robbanásszerű megjelenése a közönség, a filmet szerető és színházat szerető közönség előtt, az elementáris erejű volt. A meglepetés ugyanolyan léptékű volt a közönség részéről, és szerintem ugyanilyen meglepően élhette meg ezt a helyzetet maga Sós Imre is. Én csak a pici személyes életemre vetítve, hogy mikor 1971-ben Ibrányból, a Nyírségből fölkerültem a színművészeti főiskolára, a Vas utcai kollégiumban laktunk, ez az Uránia mozi mellett van, az Uránia mozi épületében volt maga a főiskolai oktatás, és ez a Rákóczi úton van, ez az Uránia épület, és a kollégium is ott a Rákóczi út Vas utca sarkán van. Két kulcsfontosságú metró megálló, az Astoria és a Blaha Lujza téri megálló közé esett, ez a Rákóczi úti szakasz, ahol a főiskolánk van. Én fél éven keresztül nem mertem tovább menni a Blaha Lujza téren és az Astorián túl, annyira szorongató és frusztráló volt a helyzet számomra, tehát hogy mondjam, bekerülni egy nagyváros forgatagába azzal a sok szellemi, művészi, érzelmi találkozással, ami ilyen helyzetbe került az ember a főiskolán, azt földolgozni, az osztálytársak jelenlétét földolgozni, akik különböző szociológiai és kulturális közegből érkeztek az osztályba, tehát mindenkire rácsodálkozva, fölmérve a te helyzetedet, a te műveltségi szintedet, a te alkalmazkodni tudásodat, ez hihetetlen sok feladatot rót rám is, mint tébláboló kis fiatal emberre. És ennek az emlékén átszűrve tudom megérteni azt a szituációt, hogy mit jelenthetett az, hogy én csak épp ott a főiskolán tébláboltam, de ő abban a pillanatban, hogy megérkezett a fővárosba, hirtelen az érdeklődés középpontjába került a filmbeli, Ludas Matyi-beli alakítása által. El lehet képzelni, mit jelent az, hogy 1948-ban belépek a színművészeti főiskola épületébe, és egy év múlva már én vagyok Ludas Matyi, aki addig egy zsellér gyerek voltam, és egy év múlva engem ünnepel az egész ország, sőt, Karlovivárban, az akkori filmfesztiválon ő kapja a legjobb férfi alakítás díját. Hirtelen a semmiből előpattan egy zseniális, nagy léptékű, fantasztikus képességű színész, és elvarázsolja az egész világot. Amit ő most szépen elmondott a saját életéből kifejtve, ez gyakorlatilag a kultúrsoknak akár a definíciója is lehet. A környezet, a közösség, az nem figyelt fel rá? Vagy a szakmai irigység nagyobb volt annál, hogy segítsenek neki? Ugye Sós Imre egy fantasztikus társadalmi változás közepette került az érdeklődés középpontjába, és ez a társadalmi változás
ez ugyanolyan mélyen fölkavarta és érintette a társadalom minden területét, tehát nem csak a mezőgazdaságot, nem csak a polgári létet, hanem magát a színházi életet is, ahol addig valamiféle 19. században gyökerező tradíció létezett, hirtelen megváltozott, megváltoztak az elvárások, megváltozott a színházi szemlélet, megváltozott az előadások filozófiája, megváltozott a színészek iránt támasztott követelmény is, ami Sós Imrének természetes volt, hiszen szociológiailag pontos rajzát tudta adni azoknak az alakoknak, amelyek megjelentek egy-egy, mondjuk egy-egy sarkadi műben. Az lehet, hogy más közegben kulturálódott, szocializálódott, és addigi megszokott ritmusban és élethelyzetben kiteljesítő művészeknek idegen volt ez a közeg. Irritáló lehetett ez a közeg, és gondolom, hogy kiváltott sok ellenszenvet, irítséget, hogy neki ilyen természetesen megy, holott csak jött a semmiből. Én meg már itt vagyok benne ezen a pályán már mióta, és gyakorlom, és évtizedek, meg komoly munkája van mögötte, és nekem mégsem megy. Hát bizony, ez az élet minden területén jellemző, ahol valami különleges képességekkel megáldott, zseniális szakember vagy szellem megjelenik hirtelen, vagy alkotó ember, az bizony megosztó tud lenni, egyszerre vonzó és egyszerre taszító. A közönséget vonzotta. A közeg, ahol létezett, az, ott pedig megosztódott. Volt, aki rokon szenvezett vele, drukkolt, neki segítette, fölkarolta, óvta. Volt, aki pedig alattomos volt, és ellenszenvesen viselkedett vele szemben. Ilyen van mindenkor, bármikor. Itt talán az ő magánya, ami valahogy a sorsának egyik sajátossága volt, ez a magány volt az, ami védtelenebbé tette őt, és kiszolgáltatottabbá. Tehát ugye egy városi közegbe integrálódni egy mélyről jött embernek nagyon nehéz, különösen akkor, ha nem köt a sorsod olyan szorosan ahhoz a közösséghez, ahol a dolgodat, kötelességedet tenni kell, mert nincs mögötted semmi, vagy nincs egy olyan kapcsolati háló, nem épülhetett ki körülötted, ami másoknak meg kiépülhetett. Tehát magányra vagy ítélve, így aztán, ha erős vagy, kibírsz mindent. Itt ismét mindig a saját személyes sorsomra is reflektálok. És idővel, a munka által szerez az ember magának becsületet, és szerez társakat, és valóban befogadják alkotótársként. Neki nem is adatott meg ez az idő. Egy ideig ugye Debrecenhez kötődött az élete, ami néhány év. Főiskolát ugye elvégezte 52-ben, 55-ig Debrecenben volt, utána fölkerült a fővárosba, és már ott is ugyanolyan néhány év más nincs. Szinte meg nem is volt ideje integrálódni, ha úgy vesszük, mert betelt az ő sorsa. Igazából sajnálatos, hogy a mai rohanó, a pillanatnak élő világban nem mindig azt becsülik meg igazán, aki arra érdemes. Azt hiszem, Sós Imre is sokat töprengetett az élet igazságain. A kollégák és az emberek feléje irányuló ellentmondásokkal tűzdelt ítéletein. Nem hitték el, hogy a zseniális tehetsége által, hát irigyek voltak. Mindig eljön olyan szörnyűséges pillanat a világban, amikor hirtelen
elérkezik az úgynevezett átlagpolgár bosszújának korszaka. Mindenki, aki nem volt elég erős, tehetséges, szorgalmas, dolgos, sőt jellemes, hogy megkapja a világtól azt a jutalmat, amire vágyott, de amire a tudása, az egyénisége nem jogosította föl, úgy érezte, hogy a mellőzöttsége nyomán jogcíme van az érvényesülésre, és eltaposhatja az igazi nagy tehetséget, az olyan nagy tehetséget is, mint Sós Imre volt. Az biztos, hogy a Nagymezi utca és a Fészeklubnak a környéke, az nem biztos, hogy azonnal befogadta. Azt is tudom, hogy nincs igazság, legalábbis teljes körű igazság nincsen. De valahol az utókor azért mégiscsak, hát ha nem is elég tért el, de azért szépen emlékezik rá Sós Imre díj. Rendkívül sok fiatal színész kapott már Sós Imre díjat, és most is, ha az ember elnézi az alaszképcsarnokot, bizony nem érdemtelenül. Radnóti mondja az egyik versében, hogy a halál után a torzóban maradt életművek is mégiscsak teljesnek tűnhetnek. Tehát az ő léptéke, vagy ahogy ő mondja, az aránya, a művek aránya, a léptéke, az megmutatkozik. Hát az megfellebbezhetetlen és zseniális, és csúcs, színészi csúcs teljesítmény, tehát hihetetlen magasságokba ível az a művészi tett, ami az ő életművét jelenti. Természetesen az idő, a távolság, az föloldja az előítéleteket, és maradt tisztán az, amire rá tudunk tekinteni. Az a néhány film, az a néhány hangfelvétel, és az a tovább hagyományozott erőteljes emlékezet, ami a kollégák által ránk hagyományozódott. Én sokat beszélgettem róla Törőcsik Marival, mikor valamilyen közös munkába összehozott bennünket a sors. Ez többnyire film volt, ugyanígy Horváth Terivel, aki ugye a Ludas Matyiban a partnernője volt, ugyanígy Dajka Margitkával, aki a Madách Színházban volt neki szoros partnernője, kolléganője, és nagyon szerette. Még egy Hamlet kötettel is megajándékozta, biztatván arra, hogy a jövőbeli nagy Hamlet alakítójának adja át ezt a kötetet. Kálmán Györggyel, a korszakos Nemzeti Színházi nagyszínésszel, aki a legkifinomultabb intellektuális, indítatású színész volt, és ő maga mesélt arról, hogy elbűvölte őt az, amikor ott lehetett benne a felvételén, és nézte, hogy mit művel ez a varázslatos ember. Mesterei nagyon hittek benne, Nádasdy Kálmán, a korszakos nagy színházrendező, operarendező, filmrendező, Rátkai Márton, a nagyon nagy karakterszínész, a Nemzeti Színház nagy művésze, és Vámos László, aki akkor fiatal tanársegédje volt Nádasdy Kálmánnak. Ő hívta Debrecenbe Sós Imrét, és ő rendezte neki, Vámos László, a Rómeó és Júliában a Rómeó szerepét, ő adta neki, és mindvégig fantasztikus elismeréssel és az ő színészi léptékének megfelelően emlékezett róla. Tehát az emlékezetünkben úgy él, mint egy nagy alak, akire példaként tekinthetünk, és mint egy hagyományként továbbadjuk az ő emlékét azoknak a fiatal tehetségeknek, akiknek a képei itt láthatóak ezen a falon. Csináljunk egy Sós Imre napot, ahol ide tudjuk csábítani valamennyi Sós Imre díjas fiatal kollégát, és csinálni egy színes, gazdag, egész napot kitöltő, kulturális nagy eseményt, ahol a helyi fiatalok, helyi iskolások, itt is biztos van amatőr színházi törekvés, őket fölkarolva egy színes, gazdag Sós Imre-re emlékező napot tudnánk közösen csinálni ezekkel a tehetséges fiatal kollégákkal. Töltsön el bennünket örömmel és büszkeséggel az, hogy Sós Imre neve fémjelzi Balmazújvárost. Hogy bárhol boldogan mondhatjuk,
akár külföldön is, hogy Sós Imre. És akkor tudnak bennünket hova kötni. 27 év nagyon rövid egy ember életében, de Sós Imrének elég volt a halhatatlansághoz.